Újabb évfordulóhoz ért a Nívó díjas szabolcsi fuvózenekar, közölte Bakó Levente művészeti vezető. Január 1-én már a 30. újévi koncertet adják a Continental Arénában, idén egy különleges meglepetéssel is készülnek. Természetesen megtartottuk azt a kronológiai műsort és sorrendet, amit az évek folyamán, azzal a különbséggel, hogy a legnépszerűbb, legnagyobb, kiemeltebb csoportok lépnek fel most velünk, tehát egy nyitány, a Dunakeringő, polkák, operett részletek, és hát a második részen például egy nagyon érdekességgel fog elindulni, hiszen teljesen le lesz sötétítve az aréna, és felcsendül a Century Fox szignál, és utána rögtön belecsapunk a Csillagok háborúja, vagy a Star Wars, de lehet a 20 évesek már csak angolul értenek. Kiváló John Williams muzsikája, amire a mazsoretteseink, a tűzmadarak, a legnagyobb csoportjaink teljesen fekete ruhába lesznek felöltöztetve, és világító botokkal adnak elő külön féle koreográfiákat. A két órás gála este így minden korosztály megtalálhatja a számára megfelelő műfajt, hangzott el a sajtótájékoztatón. A nyíregyházi fúvós koncertek hagyománya Tóth Tamás nevéhez fűződik. 1987-ben ő kezdeményezte a januári rendezvényt. Ennek a hagyománynak több évtizede fontos szerepe van a város kulturális életében, tette hozzá Úrik Attila alpolgármester. A kultúrában, a kultúrát tekintve pedig igen jelentős, mert egyrészt ugye jelentős szakmai munkát végeznek. Maga a karmesterük, a Bakó Levente, ugye ő Liszt Ferenc díjas művész, lovakereszttel kitüntetett állami elismert művésze Nyíregyházának is, tehát azért ez egy fontos dolog, hogy a zenében azért itt top kategóriák vannak, itt olyan csúcsművészek, akik a világ bármely pontján megállják a helyüket, és úgy tanítják az ittenieket, akik ugye mondjuk el azt, hogy munkából csinálják ezt, tehát nem ezt tölti ki a mindennapjaikat, hanem azért ez egy része csak az emberek életének, és ezt magas színvonalon csinálják, ugye nem olyan régen voltak Dubajban például, ott is egy komoly nemzetközi versenyen. Bakó Levente szerint a Continental Arena felszereltségileg olyan nyugat-európai szintet képvisel, amely megfelelő a fuvózenekar számára. Évről évre 1000-nél is többen érdeklődnek a rendezvény iránt.